Köszöntöm nézőinket! Önök dombovári magazinunkat látják. Mutatom, mivel készültünk. Augusztus 20. A Szent István templomban ünnepelték az államalapítást. Charlie koncert Dombóváron. Tömegek gyűltek össze az eseményen. Aranyérmet szerzett a dombovári Horváth Eszter. Dombóvár büszkesége a 13 éves lány. Alzheimer Café Dombóvár. A demenciáról való beszélgetés és segítségnyújtás. Dombóvár bunker szabadulószoba. Müller Ádám mert nagyot álmodni. Az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából szentmisét tartottak Dombóváron, a Szent István király templomban. A szertartást követően sor került a kenyérszentelésre is, amit a Dombóvár kenyere akció eredményhirdetése előzött meg. A megszavazott helyi szervezetnek egy éven keresztül gyűlik majd az összeg, amelyet a kenyér megvásárlásával kaphatnak meg. Szentmisére gyűltek össze a dombóváriak a kertvárosi Szent István király templomban az államalapítás ünnepén augusztus 20-án. A Szentmisén Miklovics Attila újmisés atya celebrált. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. A Szentmisét követően Szűcs Eszter lelkész, Miklovics Attila atya és Hegedűs János plébános együtt áldották meg a kenyeret. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus, a mi Urunk által. A kenyeret Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere szegte meg a kóstoló előtt. Nem csak a templom évről évre megismétlődő búcsúját ünnepeltük, hiszen védőszentje ugye Szent István király, hanem 35 évvel ezelőtt került felszentelésre ez a felépült keltvárosi templom. Akkor ő még Farkasdi András apát plébános úr volt a plébános, és az akkori bíboros Paskai László bíboros úr szentelte fel a kertvárosi templomot. Az ünnepségen a Dombóvár kenyere akció keretében támogatást nyert a következő egy évre a Százszor Szép Alapítvány. A dombóváriak fél kilós búzalisztből készült adalékanyagmentes cipó megvásárlásával támogathatják őket az egyik helyi pékségben. Több óvópedagógus és ott dolgozó dada is a Facebook segítségével közzétette, hogy szavazzanak ránk, illetve több messenger üzenetet is kiküldtek a szülőknek, további pedagógusoknak, és így a széles körben elterjedt a hír, hogy lehet szavazni, és ezáltal az újdombovári óvodának az alapítvány, a Százszor Szép Alapítvány is esetleg egy nagyobb összegű támogatáshoz juthat. És ennyi volt az egész, hogy összefogott teljes újdombovár értünk. Az ünnepséget az Est hajnal csillag együttes műsora is színesítette. Adjál egy pár csókot, két száraz maringot. Charlie, Horváth Károly a mindenki számára legenda, egy ikonikus személy. Nincsen egy olyan fiatal sem, aki ne ismerné őt és ne szeretné a dalait. Immár több évtizede a szakmában, hatalmas tudás és tehetség van a háta mögött. Élvezi, amit csinál és szereti, ahogyan a közönség elismerően tombol a színpad előtt. Augusztus 19-én Dombováron lépett fel az elismert személy Charlie. Dalaival megtöltötte a teret szeretettel és nosztalgiával. Több száz ember tette tiszteletét a fellépésen. Akkor kapunk felkérés, hogyha szeretnek bennünket, és boldog vagyok, hogy szeretnek bennünket. Nagyon sok rendezvényen vagyunk, tavaly is, tavaly előtt is, 40 éve. 40 éve ugyanez a zenekar, tanáremberekkel dolgozom. Tehát nem iskolába tanító gyerekekkel, hanem zeneakadémián tanítják a kollégáim, a drága barátaim a fiatalságot. Túlzásokban nem akarok vele menni, de mi vagyunk a legjobb zenekar. Én magamról nem beszélek. Nekem kell elvinni a balhét, én éneklem a dalokat, egy rendkívüli zenekarral dolgozom. Úgyhogy köszönjük szépen a meghívást. Azt mondanám, hogy minden olyan dolog, ami a zenével kapcsolatos, vagy akár sport, vagy bármi, arra születni kell. A szülőktől örököltünk valamit, és az, hogy a legcsodálatosabb dolog, hogy azt csinálhatom gyerekkorom óta, amit imádok és szeretem. Balettosnak készültem, Markó Ivánnal,
Somló Tamással egy padba ültünk, negyedik általános iskolába, és sok minden történt azóta. 18 évet voltam külföldön, zenekarral, az egész világot bejártam szinte, Ausztrálián kívül. Úgyhogy az, hogy vagyok és létezek, ez egy nagyon nagy dolog, mert nagyon sok kollégám és barátom elment már. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy lehetünk, hogy még vagyunk, és ami nagyon motivál, hogy a közönségnek a háromnegyed része, vagy talán több, azok mind fiatalok. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy 70-en fölül vagyunk a zenekarban, és szerettek bennünket. Charlie már régóta énekel, és megszámlálhatatlan koncertjei vannak. A szülők jó lemezeket raktak fel a kisgyerekeknek, ugye, mert hát 64-től zenélek. Tehát akkor most ki lehet számolni, ez 60 év, de azért már előtte is egy kicsit, mert iskolazenekar volt már 2 évvel előtte, úgyhogy 60, hát mondjuk azt, hogy 60. Egyszer megpróbáltam összeadni, körülbelül 100-szor többet voltam színpadon, mint a Mick Jagger Rolling Stonesból. Hát csak gondolj el, 18 év alatt, 18 évet beszorozni, mit tudom, nem kell 365-et, de 300-at. Ez csak külföld. És akkor ott minden nap 4 óra. És akkor a kis színpad is ugyanaz, sőt, a kis színpadon ezek a világsztárok megfagynak, mert ott minden kiderül. Tehát a nagy színpad és fények és minden, ott az is egy érdekes dolog, mert nagyon sokat csináltam. Most már a 77-es aréna koncertem, ez a 30. Nekem itt Budapesten, vagy hát az országban, ez a nagy koncert, meg a kis stadion, a Tabán, ezek a nagy dolgok. Charlie idén ünnepli októberben a 77. születésnapját, amire mindig nagyon készül, de emellett a fellépések száma még mindig nagyon magas. Tavaly volt 120, az idén most 65, de ezt én 40-et akartam. Úgyhogy még van 20 decemberig. A dalaival kapcsolatban így vélekedett. Mindegyik más. Ami ballada, az ballada. Ami szólós, funkis, bluesos. Tehát én mindenevő vagyok, úgyhogy mindegyiket kell, hogy szeressem. És én olyat nem éneklek, amit én nem szeretek. Hát itt vagyok, és lesz, ami lesz. Nem tudom, hát ki tudja, hogy a sors mit akar. Abraham Lincoln gondolataként idézi. A végén majd nem az számít, hogy mennyi évünk volt az életünkben, hanem hogy mennyi élet volt az éveinkben. Országos úszóbajnok lett a dombovári 13 éves Horváth Eszter. Az aranyérmet 100 méteres hátúszással szerezte meg. A bajnokság 55. alkalommal került megrendezésre gyermekkorcsoportban. A verseny Hódmezővásárhelyen zajlott, és július 17-től július 20-áig tartott. Eszter az intenzív felkészülést a januári hónapban kezdte meg, ami nagyon sok erőfeszítéssel és munkával járt. Esztert a jelen megmérettetéshez Makatics Péter és Nagy Roland készítette fel. Az évei során pedig Fehérvári Róbertnek és Fehérvári Leventének lehet hálás. 4 éves koromban kezdtem az úszást, de szerintem versenyszerűen 7 éves koromban kezdtem el. Kiskoromban több sportot is úsztam, viszont az úszás jobban megfogott engem, és így megszerettem a vízzel való sportolást. Januártól márciusig alapoztunk, ugye a technikákkal javítottunk, kezdtünk egy kicsit rámenni így az állóképességre is, viszont így tavasz, júniusig voltak inkább az állóképességig, ilyenkor hosszabb kilométereket úszunk, igazából az erőnket próbáljuk még növelni, és akkor júliusban kezdtünk el gyorsítani,
akkor már kicsit visszavettünk a kilométer számokból, és rámentünk mindenki az egyéni versenyszámaira, úszásnemeire. 13 évesekben és gyermek országos bajnokság volt. Ez a 2010-ben született lányok és 2011-ben született lányok és fiúk verseny igazából, de én csak a 11-es korosztályban úsztam. Igazából az erősségem az a hát és a pillangóúszás, így a fő számaim, leginkább a 100 méter és az 50 méter, tehát inkább így a sprint. Viszont a vegyes úszás is jól ment, azon is lett egy ezüstérmem 200 méter vegyes úszáson az országos bajnokságon. Hát a gyorsa megy rosszul, abban is ugye váltóban hetedikek lettünk, és a mell az egy gyengeségem, viszont majd azon is kell javítani, nyilván a vegyeset is kell, viszont egyébben nem is szoktam nagyon rajta indulni, és az országos bajnokságon bajnok lettem 100 méter hátan és 100 méter pillangón. Nagyon örültem neki, és kicsit is sokba is voltam, mivel nagyon így egymás hegyén hátán is vagyunk ugye a sprint számokban, tehát tizedek, százak is tudnak dönteni, és ugye nagyon sok tehetséges fiatal úszó van, már ebbe a korosztályba is, és hát mondjuk 100 méter háton hárman is esélyesek lettünk volna a bajnoki címre, és nagyon örültem, mivel ahogyan így úszok közben, így nagyjából lehet látni, hogy hogyan csapkodnak a többiek, és hát a végére már nyilván nagyon is elfáradtunk, és amikor így beértem, felnéztem a táblára, ami ott ki van írva az eredmények, és láttam, hogy ki van egy kis egyes írva a nevem mellé, és nagyon megörültem neki. Az úszócsapatot Eszterrel egykorú 12 fiatal elősíti. Döntőbe a 4x100 méteres lány gyorsváltó került, és egyénileg egyéni csúcsokat úsztak, de döntőket is megközelítették, viszont nem kerültek be. Mint minden tevékenység, ebben az ágazatban is fontos a közösség és az, hogy az ember szeresse, amit csinál. A közösség is nagyon jó, de nagyon szeretem magát a sportot is, mert hogy ez sokkal másabb, mint mondjuk kint futni a szárazföldön, és ez egy ilyen felemelő érzés is számomra, és meg is vagyok nyugodva benne. Viszont az a jó érzés is, hogy amikor kiszállok a vízbe, és elfáradtam azért edzésen, de jól is éreztem magamat, és hát, hogy az eredményeim is segítenek ebben, hogy még jobban küzdjek irántuk, és hát ugye a közösség az még jobban rátesz, hogy még megszeressem. Nem szeretek korán felkelni, és a hajnali edzések azok nem a kedvenceim, viszont ez is kell hozzá, viszont azokat is elvezem, de a koránkelést azt nem szeretem benne. Szülei támogatása is kellett a bajnoki címhez. Igazából ők hoznak le minden edzésre, versenyre is ott vannak, támogatnak, ott vannak mellettem. Eszter jövőbeni tervéről mesélt nagy lelkesedéssel. Még egy ideig Dombóváron szeretném folytatni, és szeretnék eljutni válogatott versenyekre is, esetleg külföldre, és majd rövid távon gondolkodok eddig, de majd hosszú távra hogyan telnek az évek. Hát igazából most a következő nagy verseny majd a rövid pályás országos bajnokság lesz, amit december-november körül szoktak megtartani, és után pedig a ciklusáró, az az utolsó verseny, ahol még a ranglistán feljebb lehet kerülni, és utána pedig megint kezdődik így ugyanúgy az országos bajnokságra készülés. Lelkes, kitartó, elszánt és lelkiismeretes versenyzők sportágja az úszás, ami nagyon szép helyezéseket lehet elérni. Alzheimer-kor egy betegség, ami fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatláshoz vezet. Erről a korról már szinte mindenki hallott, ugyanakkor nagyon sokan nem szeretnének ezzel a témával foglalkozni, ugyanis sokak számára egy elrettentő megbetegedés. A betegség kialakulása általában 40 év fölött jellemző leginkább. Ez egy hosszú és lelkiekben fájdalmas folyamat, mind az érintett betegeknek, mind pedig a családtagok számára. Dombóváron újra megnyitotta kapuit az Alzheimer Café, amely keretein belül a demenciával kapcsolatban különböző témákat dolgoznak ki, és azokat beszélik át a betegekkel, hozzátartozókkal, illetve az érdeklődőkkel közösen. A részvétel ingyenes. A magyarországi Alzheimer Cafék 2014-ben indultak, az első Győrben volt, ezt Menyhárt Miklós házi orvos alapította meg és hozta haza Magyarországra. Ő Franciaországból hozta az Alzheimer Café-nak az ötletét, és így először Győrben volt,
és ezt követően 4-5 városban, így Pécsen is alakult egy Alzheimer Café, körülbelül 2015-ben volt Pécsen, és ezt követően hamar Dombóváron is elindult ez a mozgalom, ez egy önkéntes mozgalom, önkéntesek hozták létre, és teljesen ingyenes szakmai konzultatív lehetőség, ami a laikusoknak és a szakembereknek is lehetőséget biztosít, akiket érdekel az Alzheimer demencia. Szeptember az Alzheimer világhónap, és szeptember 21-e az Alzheimer világnap. Ez idén szombatra esik, de egyébként itt Dombóváron az Alzheimer Caféket minden hónap harmadik csütörtökén szervezzük meg. Korábban már működött az Alzheimer Café itt Dombováron Fehér Jánosné szervezésével, azonban mint mindenhol és mindenben a koronavírus itt is közbeszólt. Ahogyan a korlátozások megszűntek, úgy kezdett el a tavalyi évben az Alzheimer Café is felvirágozni. 2023. augusztusában kerestek meg engem, hogy jó lenne, hogyha újra szerveződne ezek az alkalmak, és akkor itt több kollégával együtt azt gondoltuk, hogy együtt megpróbáljuk. Tehát nem egyedül szervezem az Alzheimer Caféket, hanem egy csapatként együtt dolgozunk, együtt beszéljük meg azt, hogy ki mit biztosít az eseményre, és hogy milyen témát dolgozzunk fel. Kit hívjunk meg, és kitartsa az előadást. Amikor tavaly szeptemberben ezt újraindítottuk, az Alzheimer Caféket Dombóváron, akkor itt a Dombóvári Szent Lukács Kórházban Kerekes László főigazgató segítségével tudtunk ingyen helyet biztosítani. Ezért akkor itt voltak ezek az alkalmak az ebédlőben, és januártól kaptunk egy lehetőséget a művelődési házban, hogy egy termet biztosítanak számunkra, és ezek az alkalmak most aktuálisan a Pince Színházban voltak minden harmadik csütörtökön 5 órától. Maximum 2 óra lehet az Alzheimer Café, tehát ennek van egy hivatalos protokollja is, és de alapvetően 1 órára törekszünk, hogy 1 órába férjünk bele, de hogyha olyan sok kérdés van, akkor nyitottak vagyunk utána is a beszélgetésre. Az előadások általában 1, maximum 2 órát vesznek igénybe. A tapasztalatok alapján egyre jobban nyílnak meg az emberek ezzel a témával kapcsolatban. Ezt látjuk, hogy egyre több kérdés van, egyre jobban bevonódnak, mernek kérdezni, a saját tapasztalataikat elmondani, és hogy ők a saját hozzátartozóikkal hogyan élték meg az adott problémát, akár az inkontinencia, akár az elutasítás, az agresszivitás, hogy ezeket a tüneteket hogy kezelték ők. Érzelmi bevonódás van, tehát hogy feljönnek az emlékek, hogy ők hogy csinálták, és hogy igen, hogy ők nem is gondoltak arra, hogy például hogy ezt a reakciót hogyan kellett volna kezelni, hogy hogyan tudták volna jobban megoldani az adott szituációt. Tehát érzelmi reakciók vannak, ezek általában sírás, a szomorú pillanatoknak az újraátélése, ezek azok, amik kifejezettebben előfordulnak ezeken az alkalmakon. Ez a program lehetővé teszi, hogy ezt a fajta betegséget egy kissé könnyebben át tudja vészelni, mind maga az elszenvedő, mind pedig esetekben egy hozzátartozó, ugyanis fontos tisztában lenni ezzel a fajta visszafordíthatatlan állapottal. Részt tudnak venni, és információhoz tudnak jutni, sokkal kevesebbszer kell segítségért forduljanak, kevesebb olyan probléma van, amivel például ügyeletre be kellene szállítani a beteget,
hiszen a demensbetegnek a kimozdítása a megszokott környezetéből, akár egy sürgősségi osztályon eltöltött éjszaka, az jelentősen megzavarhatja az ő állapotát. Tehát azt gondolom, hogy fontos lenne azt, hogy minél több beteghez és beteg hozzátartozóhoz eljussanak ezek az információk, hogy ezt megfelelően tudják kezelni, és hogy a beteg minél kevesebb olyan megterhelésnek legyen kitéve, amit hogyha a hozzátartozója tudott volna, elkerülhettünk volna. Jelenleg nem mutatnak akkora aktivitást a folyamattal kapcsolatban az emberek, de kis léptekben haladva ez a fal majd áttörhető lesz, és rengeteg érdeklődőt fog maga után vonzani, mert együtt minden könnyebb. Bunker szabaduló szoba Dombováron a Vasút Történeti Múzeumban. A fiatal és elszánt Müller Ádám ötletei alapján egy más világba csöppenhetnek az érdeklődők. Tökéletes családi, illetve baráti elfoglaltság azoknak, akik szeretik a kihívásokat. Müller Ádám nagyon jól ismeri az épületet, így nem is volt számára kérdés, hogy ez a hely teljes mértékben adott ennek a játéknak a kialakítására. Dombováron és környékén gyakorlatilag egy hiányzik a szabadulószoba, tehát az ötlet ugye egyértelmű volt, az épület tematika adott, ugye 1953-ban épült óvóhelyként és forgalomirányítási helyszínként funkcionál épületről beszélünk, ugye két lépcsőház, három szint, 11 helységet tudnak ugye bejárni az érdeklődők. Az ötlet így magától értetődő volt, hogy a helyszín adott, miért is ne készülhetne itt egy szabadulószoba a környékben és a helyben élő embereknek. Július 2-ától indult a szabadulószoba, az érdeklődés ugye újdonság varázsatát megvan, folyamatosan érkeznek az emberek most már hirdetés nélkül is folyamatos az érdeklődés, tehát mert egymásnak adják át szerencsére az emberek az információt, hogy itt van ez a szabadulószoba. Visszajelzések eddig, akár Facebook oldalon például 100%-ig pozitív visszajelzésünk van. Mindenkinek nagyon tetszik a szabadulószoba és az ötlet kivitelezése mindenen együtt. Az elfoglaltságban ajánlott korhatár van. 14 év alatt a belépés ingyenes, annyi feltétele van a dolognak, hogy egy 18 éven felüli személynek kell mindenképpen részt venni a szabadulás közben. Alapvetően a 14 éves kor felett ajánlott, de hogyha esetleg családdal, baráti körrel egy 7-8 éves gyerek jön, teljes mértékben be tud jönni, ő is hasznosíthatja magát ugye a szabadulás közben. Úgyhogy alapvetően a maga a tematika az az óvóhely, tehát itt egy vasúti kiállítás van berendezve, egy vasút történeti kiállítás, és a célja az a szabadulószobának gyakorlatilag, hogy miközben szabadulnak az érdeklődők, közben az egész kiállítás teret, az egész kiállítást ugye járják be, ismerkedjenek meg a kiállítással is, miközben ugye szórakoztató jelleggel ki kell szabadulniuk a bunkerből, ki kell törniük a bunkerből. Alapvetően 60 perc áll mindenkinek a rendelkezésre a kiutáshoz, eddig egyébként mindenkinek sikerült az adott intervallumon belül kiútnia, az eddigi rekord az 29,5 perc a kiutásba, itt viszont ugye fontos kiemelni, hogy egy kétfős, illetve egy hatfős csapat között természetesen lesz differencia, hiszen több szem többet lát, többféle gondolkodásmódú ember jön, természetes, hogy esetleg rövidebb időn belül fog kijutni, akik hatan vannak, mint pedig akik mondjuk párban. Az ajánlott minimum 2 fő és maximum 6 fő vehet részt a játékban. Az időpontfoglalás elengedhetetlen a játékban való részvétel előtt. Időpontfoglalást azt a Facebookon, illetve telefonon lehet egyelőre foglalni. Facebookos messengeres megkereséseket folyamatosan nézem, tehát a 24 órán belüli válasz garantálva van bármely foglalás esetén. Nyitvatartás az foglalás függő, tehát abszolút rugalmasak vagyunk az időpont kezelésbe, szólnak, hogy szeretnének jönni, megbeszéljük az időpontot, az este 90%-ában az időpont egyébként megfelelő, tehát akár ha délelőtt szólnak, délutára már tudnak is jönni, és ki tudnak szabadulni a bunkerből. Az élmény még nagyon új, de a fiatal Müller Ádám szeretné továbbfejleszteni a bunker szabaduló szobát a közeljövőben. Téli időszakra van egy nagyobb szabású terv, ugye télen itt 0-3 fok közötti hőmérséklet, ha lecsökken az épület, tehát egy órát eltölteni azért ebben a hőmérsékletben nem éppen kellemes. Időtöltés, így termoruházatba lehet majd ugye jönni, itt be tudnak öltözni, forró ital, forradbolos fogyasztás lehetősége is adott lesz, és egy teljesen új tematikát, egy teljesen új feladatkört fogunk készíteni, hogy aki esetleg járt már a szabadulószobába, az télen is el tudja jönni, egy teljesen új élményt kaphasson meg újfent. Egy szabaduló játék van jelenleg, itt ugye 11 helységet, két lépcsőház, három szint és 11 helységet bejárnak az érdeklődők, az egész épületet bejárják, ezt ugye egy feladatkör alatt teszik meg. A fiatal kiemelte, kiknek a segítségével és közreműködésével jöhetett létre ez a szabaduló szobajáték. A koncepciót is felvázolt a stábunknak, ugyanakkor titkokat nem árult el. A megvalósításban segítségemre volt a MÁV,
a Dombóvári Városszépítő Egyesület, illetve Dombóvár Város önkormányzata is abszolút támogatja a törekvést, illetve Sárközi György jó barátomnak is köszönhetek segítséget, ő ugyanis országszerte már 13 szabadulószobát tervezett, és segített nekem a konkrét feladatok kivitelezésében és megvalósításában. Alapvetően ugye különféle logikai feladatok alapján kell megoldaniuk például ugye lakatkinyitást, tudnak megoldani ugye UV-fénnyel feliratkeresést, videó megtekintés alapján kell megtalálniuk például titkosírásokat különféle helyeken, képeknél, feliratoknál elrejtve, bizonyos feliratokból kell ugye kikövetkezhetni a következő lépést, és így szépen fokozatosan végig fogják járni az egész épületet, mind a 11 helységet. Kikapcsolódás és egy kis fejtörés jellemző erre a nagyon jó programra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!